Augusztus 20-a az egyik legrégebbi magyar ünnep, Szent István király és a keresztény magyar államalapítás emléknapja. Ebből az alkalomból ünnepi megemlékezést tartottak Székesfehérváron, a Nemzeti Emlékhelyen is. Az ünnepségen köszöntőt mondott Molnár Krisztián, a Fejér megyei közgyűlés elnöke, aki beszédében kiemelte, hogy a magyar nemzet a nehéz időkben is megőrizte Szent István király örökségét, magyarság tudatát, függetlenségét, keresztény értékeit és anyanyelvét. Kezdjük a legfontosabbal, azzal, hogy még ma is vagyunk, létezünk. Hogy Magyarország a történelem viharai és megpróbáltatásai ellenére is itt van Európa szívében, a Kárpát-medence régiójának egyik meghatározó államaként. Az elmúlt évszázadok viharai közepette is kivívtuk függetlenségünket, megőriztük magyarságunkat, keresztény kultúránkat, ahogy arra István király is tanított bennünket. Molnár Krisztián köszöntő beszéde után Székesfehérvár vezetői, a történelmi egyházak és a civil szervezetek képviselői egy-egy szál virágot helyeztek el Szent István király szarkofágjánál.